Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk, hogyan érintik a koronavírus járvány miatti szigorítások a baranyai és tolnai sportegyesületeket. Tartsanak velünk, érdemes lesz! A kerékpárosoknak összehasonlítva a többi egyéni sportággal kevesebb akadállyal kell megküzdeniük a felkészülés során. Annak vége előtt tört ki ugyanis a járvány, miközben ők könnyebben be tudják tartani edzés munkájuk során az életbe léptetett egészségvédő korlátozásokat. Igaz, hiába érzik magukat abszolút rajtra késznek, ha nem tudják, mit hoz az idei versenyévad számukra. A szekszárdi szabadidős kerékpáros ese versenyzői azért e tekintetben is optimisták. A járvány kitörése alapvetően nem tudta elrontani a szekszárdi szabadidős kerékpáros ese tiszta felkészülési időszakát, mert az erőgyűjtés jelentős részét már március közepéig alapvetően elvégezték. Még egy mediterrán edzőtábor is belefért. Még február végén még voltunk Makarszkán, horvát tengerparton edzőtáborozni, akkor még csak kialakulóban volt itt Európában a járvány, úgyhogy semmilyen akadályban nem ütközött az edzésmunkánk. Amikor hazajöttünk, akkor viszont két hét alatt kiderült, hogy sajnos a versenyeket nem lehet megrendezni. Március 15-eiben még a Szakály Tamási, az a Tolna megyei hegyi bajnokságban még hittünk, hogy az sikerül, de azt az utolsó előtti napon lemondták, tehát a Tamási önkormányzat nem járult hozzá, és ezért az endiból el se indult a magyarországi versenyszezon. Ilyenkor már túl volt az országúti szakág a szokásos Szekszárd-Bonyhád térségbeli idényitón, és beindult a versenyszezon. Az SSK esélynél bánják ezt a mostani bizonytalanságot, mert az előző szezon közepe vége felé már jöttek a bíztató eredmények több korosztályban is. Forró Lajos is a legközelebbi versenyen hosszú hetényben már megnyerte a korosztályos, tehát magyar bajnoki dobogósokat is megvert a ezen a versenyen, egy hegyi körpályás verseny volt, úgyhogy az a legnagyobb szám ebbe, hogy ő a címét is megvitte, mert 18-ban is ő nyerte azt a versenyt. Tavalyi könyöksérülése bizony visszavetette a munkában a fiatal szekszárdi tehetséget, ki kellett hagynia egy hónapot, ami rányomta bélyegét a tavalyi évre. Így a maguk mögött hagyott télen a szokásosnál is keményebben alapozott. Így nem egy könnyen vette tudomásul, hogy versenyekre egyelőre még várni kell. Gyorsaságom azt nem mondanám, hogy kiemelkedő, inkább talán az állóképességem és a hegyeken vagyok jobb, a hosszabb emelkedők mennek jobban. A kis forró perspektívikus cél tűzött maga elé, U19-es versenyzőként 2021-re ott szeretné látni magát a hazai korosztályos ranglistán a legjobb öt között. Elég sok időt vesz igénybe az edzés, ugye, és hát meg a tanulás is elég sok időt vesz igénybe, de össze tudom egyeztetni a kettőt. A felsőfokú tanulmányok megkezdése miatt az SSK SF frontemberének, Schneider Sebestyénnek is alapvetően befolyásolta a tavalyi évét. Ám úgy tűnik, nála is megférhet az élsport és a tanulás, amit már 2020-ban, ha lesznek versenyek, szeretne önmagának és klubjának is bizonyítani. Hát tavaly ugye az érettségi környékén nem nagyon tudtam figyelni a kerékpározásra, de utána, mivel szerencsére jól sikerült az érettségi nyáron, már rá tudtam fogni a kerékpára, és rá tudtam a hangsúlyt fordítani, és már mi nem Szekszárd Egyesületben, de Budapest Egyesületben egész nyáron és az őszi szezonban azért tudtam jól edzeni, és most ugye így elkezdődött az egyetem nekem szeptemberben, így most pedig inkább így jobban visszavettem a kerékpározásból, de próbálom a csapatnak a tagjait segíteni mindenféle különböző edzés munkával, segíteni, tanácsokat adni. Versenyekre várva húsvét előtti nagy szombaton is elindultak a szekszárdi klub versenyzői egy komoly terhelésnek ígérkező edzésre. A Szekszárd Köles Gyöng, Diósberény, Hőgy és Szekszárd közel 100 kilométerét, a gemenci nagydíjnak is részét képező, domboldalokkal teli útvonal teljesítése több volt, mint szimpla kilométergyűjtés.
Egy hónappal ezelőtt még alig ha gondolhatta volna az ASE ismert válogatott testvérpárja, Pup Réka cselgáncsozó és Pup Noémi kajakos, hogy otthon Pakson töltik a napjaikat, és egyedül készülnek a most meglehetősen bizonytalan idei évadra. Szerencsére mindkettőjük legalább egy versenyben azért bízhat, de az U23-as világbajnok Pup Noéminek, mint kiderült, nem feltétlenül jött rosszul, hogy nagy valószínűséggel áttevődnek jövőre az olimpiai számok világversenyei. Az itthoni téli felkészülés után a melegövi dél-afrikai edzőtáborban érte utol a világjárvány eljövetelének híre az 1000 méteren U23-as világbajnok kajakos Pup Noémit, az ASE kitűnőségét. Nem hezitáltak, azonnal hazaindultak, még mielőtt lezárták volna a határokat. Mint utólag kiderült, jól döntöttek, senki sem fertőződött meg közülük. A kialakult helyzet miatt mindenki hazautazott, és egyénileg folytatja a felkészülést. Pup Noémi, aki egyébként Budapesten dolgozik Csipes Ferenc irányításával, most az ASE Dunaparti telephelyén erősít, és itt száll vízre nap mint nap. Tekintettel arra, hogy a rövidtávú kajakkenuzás üstököseként feltűnt egyik magyar tehetség, már a felnőttek között szeretne bizonyítani, és nem az U23-ban. Ebből a szempontból nem is hátrány, hogy a koronavírus miatt elmaradnak az idei nagy nemzetközi versenyek, mert lesz rá ideje, hogy felnőjön, közelítsen a hazai élversenyzőkből is álló felnőtt világelithez. Az U23 az inkább csak ilyen biztonsági megoldás lenne jövőre, hogyha esetleg nem jön össze az olimpia, de talán még jövőre is annyira fiatal leszek, hogy ne legyen akkora csalódás, mert jövőre is azok a lányok, akik most jól mennek, azok jövőre is jól fognak, ebben biztos vagyok, úgyhogy nem leszek csalódott, ha esett. Az utánpótlás versenyeket teljesen törölte az idei évre a Nemzetközi Kajakkenu Szövetség. Nagy valószínűséggel felnőtt világversenyeket sem rendeznek rövid távokon. Megeshet, hogy a szeptemberre tervezett nem olimpiai sportágak világbajnokságán nyílik versenyzési lehetőség Pup Noémi számára is, olyan versenyszámban, ami egyébként nem szerepel az olimpia műsorán. Lesz egy felnőtt országos bajnokság, és akkor ez lesz a válogató a szeptemberi nem olimpiai versenyszámok világbajnokságára, amit eredetileg az olimpia előtt valamikor júliusban rendeztek volna, de ezt is eltolták, de szerencsére az ICF ezt meg fogja rendezni szeptemberben. Hogy válogatottjaink közül ki milyen versenyszámban indulna, ezt a kérdést még homály fedi. Nyilván az említett válogató után lehet erről beszélni. Ezt még nem sikerült teljes mértékben átbeszélni, meg egyelőre most tényleg csak így próbáljuk túlélni ezt a helyzetet, és szerintem majd nyáron, amikor tényleg elülnek ezek a korlátozások, meg mindenféle ilyesmi, akkor tudunk kicsit jobban belegondolni, hogy mi az, amit tervezünk az idénre, és mi az, amit át kell csúsztatnunk jövőre. Más, jóval gyengébb hatású így egyedül készülni, mint csoportosan edzői felügyelet mellett. A paksiak U23-as világbajnoka szerint is mindenek előtt az egészség, a biztonság, így betartva a szabályokat egyelőre lemondanak a kollektív edzésről. Mivel ez idén nem lesz olimpia, és nem lesz olyan verseny, amiért tényleg nagyon nagy áldozatot kell hozni, ezért úgy gondolom, hogy nem is érdemes ilyenekkel kockáztatni, hogy mi most betömörülünk egy konditerembe, vagy ott vagyunk, lent vagyunk mondjuk a csónakházban, ezért kaptunk is egy ilyen kis lazább szezont, így fogalmaznék, úgyhogy egyedül készül itthon most mindenki, mert több olyan csapattársam van most itthon, akik egyébként az ország más pontjain készülnek. Ezért is felettébb érdekes lehet az idei első, ki tudja mikori, hazai válogató verseny, ami egyúttal országos bajnokság is. Ilyen előzmények után megeshet, hogy több számban is
alaposan felborul majd a papírforma. Ingyenes otthoni edzésekkel segítik az embereket és a sportolókat. A koronavírus nem csak az élversenyzőket, hanem a hobbi sportolókat is elérte, hiszen a legtöbb fitnessterem bezárt. Az egyik szekszárdi személyi edző elhatározta, hogy segít az embereken azáltal, hogy ebben a nehéz helyzetben térítésmentesen tesz közzé otthon elvégezhető edzéseket. Az edzők felhívták a figyelmet, hogy a rendszeres sport nem csak az izmokat erősíti, hanem az immunrendszerre is jótékony hatással van. Fülmagasságig engedjük le. 3, 4, annál lejjebb nem, mert akkor pihen a kéz. Élő közvetítésben tart edzéseket Kertai Krisztina szekszárdi otthonából. A veszélyhelyzet idejére létrehozott Facebookos csoportjában hetente több alkalommal szervez ingyen edzést felnőtteknek. A koronavírus miatt országszerte bezártak az edzőtermek. Az otthoni mozgás viszont elengedhetetlen egészségünk fenntartásában és megőrzésében, mondta Kertai Krisztina. Nem szerettem volna az edzetémnek a kezét elengedni ebben a nehéz időszakban, és fontosnak tartom, hogy a már meglévő kondíciójukat fent tudjuk tartani, és ne veszítsék el a motivációjukat, maradjanak aktívak, ez csak egy átmeneti állapot. Hétfőn és csütörtökön ilyen alapformáló edzés, tehát ez nem egy túl intenzív edzés, viszont minden izomcsoportot megdolgozunk, a kedden és pénteken pedig ilyen intenzívebb edzést tartok, tehát egy ilyen hitedzést, amivel azzal is megdolgoztatjuk, de az inkább egy kardió jellegű edzés. Tableten keresztül tartja a kapcsolatot sportolóival, és otthon tükör előtt tanítja a különböző modern táncok alaplépéseit Hacsa Mónika. A konditermek mellett a legtöbb sportegyesület is felfüggesztette edzéseit a járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel. Így a különböző ágakat képviselő sportolók edzői ugyancsak a közösségi oldalakon keresztül tartanak gyakorlatokat. Ilyen a szekszárdi Iberikán Tánzsport Egyesület is. A legnagyobb csoportnak house táncot oktató Hacsa Mónika otthonából közvetíti az online edzést. Most van idő alapjaiban részletesen elsajátítani egy-egy táncot, mondta a Tánzsport Egyesület elnöke. Ugye most rámegyünk inkább a fejlesztésre, az azt jelenti, hogy az alaplépések, alapkéztartások, testtartások. Ezeket fogjuk most tanulni, de tegnap már is kezdtük a house-zal. Szerintem ők is elfáradtak, mert én is. Ez egy elég intenzív tánc, de most minden edzésnek ugye meg lesz a maga kis története. Szerintem is, most pont ezt beszéltük, ugye, amikor ugye eldöntöttem, hogy online edzés, hogy nagyon könnyen lehet így fejleszteni, és a gyerekek most gyakorlatilag ugye otthon egyedül vannak, az olyan, mintha most személy szerint foglalkoznál valakivel, és ugye nem vonják el egymás figyelmét sem a teremben, és ez most nagyon alkalmas arra, hogy a táncot jobban elmélyítsük, az a mindenféle stílus, technikákat, tánc elméletet például, most azt is tervezem, hogy jövő héttől tánc elméleti anyagokat fogok nekik adni ugye a csoportba, amikhez kapcsolom majd a gyakorlati videókat, amit meg kell nekik tanulni, és hogyha majd egyszer visszakerülünk a terembe, akkor ezeket alkalmazni is tudják majd, és most minden egyes órának meg lesz ugye maga a kis története, hogy milyen táncstílus tanulnak éppen, house, hip-hop, jazz, sok fajtát fognak olyat tanulni, amit mondjuk a teremben nem, mert természetesen egy óra alatt ugye egy repertoárt táncoltatni, gyakoroltatni a fellépésekre, versenyekre, új anyagot venni azért az nem egy hosszú idő, heti több órában sem, úgyhogy ez most nagyon alkalmas időszak lesz arra, hogy sokat tanuljanak. A tánc endorfint, vagyis köznyelvi nevén boldogsághormon termel, és a jobb agyféltekét is megmozgatja. Így hasznos a diákok otthoni oktatása mellett táncolniuk is. A lakásban pedig könnyen elvégezhető edzéseket ajánlanak a személyi edzők is. Sporteszközként használható egy szék, vagy például egy asztal. Egy-egy vizes palack pedig helyettesíti a súlyzókat. Az edzők felhívták a figyelmet, hogy a rendszeres sport nem csak az izmokat erősíti, hanem az immunrendszerre is jótékony hatással van. Tavasszal biztosan nem lesznek fitness modellversenyek. A koronavírus járvány miatt ugyanis a hazai és a nemzetközi szövetségek is lemondták a szervezést. A pécsi Szakács Team egy szusszanásnyi pihenő után azonban edzéssel és diétával készül az idei rajtra.
Tavaly ilyenkor már kirobbanó formában várták a tavaszi szezont a pécsi fitness modellek. A 2019-es évet egyébként 10 első, 4 második és 6 harmadik helyen zárta a pécsi szakács team, akik között a fiatal kezdőktől a kisgyermekes anyukákig megtalálhatjuk a versenyzőket. A felkészülést idén is elkezdte a csapat, azonban a koronavírus járvány miatt nem volt zökkenőmentes az indulás. Az edzőtermek ugyan most újra nyitva lehetnek, de volt egy rövid időszak, amikor csak egyedül tudtak készülni a lányok. Természetesen versenyzési lehetőségük sem lesz a sportolóknak tavasszal, sem itthon, sem külföldön. Hát sajnos a koronavírus miatt az olyan jó egy hónapja derült ki, hogy biztos, hogy elmarad minden tavaszi verseny. Hát, mint sportolók révén azért ez mindenkit megvisel, mert azért ez egy 12-16 hetes felkészülés, sok mindenről való lemondás, de hát tudomásul vettük. Az a jó, hogy a mi sportunkban még vannak nyári versenyek, és ebben bízunk, hogy lehet, hogy esetleg egy-két nyárira el tudunk menni, hanem akkor marad az ősz. Azért ez most eléggé nehéz. Nagyon picit lazíthatnak a lányok, de azért teljesen nem. Amennyire tudjuk, a versenyzőket összevonjuk, és azokat együtt edzem. Hát ez a napi, vagy nem napi, azért heti 5-6 alkalom még így is van. Egy picit tudtunk engedni most a húsvét miatt, ez a két nap ez pihenő volt, de innét kezdve azért 100%-osan nyomjuk mi ezt őszig, ha más nincs. Igazából nem mozsolódott le senki, a tavaszi szezonban 4 versenyzőnk lesz. Általában ősszel szoktunk sokkal többen lenni, van 2 nagyon-nagyon új tehetség, őket szerettük volna minél előbb megmutatni, de bízunk benne, hogy őszre jó lesz. Gyakorolni nagyon sokat szoktunk, verseny előtt azért majdnem minden nap, most egy picit így elcsúsztattuk, így azért általában hétvégente, minden szombat 10 órakor pózolás van. Tehát azért a formát csekkolni kell, lányokat nézni kell, és ennek az egésznek a lényeg a gyakorlás, 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 gyakorlás. A Szakács team motorja Szakács Sándor, maga is folyamatosan edz, jó példát mutatva ezzel csapatának. Igen, én azért vagyok így, mert most is edzettem. Hát azért még egy 51 évesen a heti 5-6-ot leedzem. Én általában azért a diétára nagyon figyelek, de versenyezni már nem fogok, mielőtt megkérdeznéd. A versenyzők és edzőjük természetesen csak remélheti, hogy nyáron már megmutathatják idei formájukat a hölgyek. Addig is az edzések és a diéta vár a fitness modellekre. Új sorozattal, a mozgásműhellyel várjuk a tévénézőket húsvét után. A cél, hogy intenzív edzéssel az otthonmaradást változatosabbá és sportosabbá tegyük a nézők számára. Napi 20-25 perces edzéseket vezényel majd a pécsi fitness edző. Minden nap más és más izomcsoportot mozgat meg az edzés. Zenés gimnasztikával indul minden óra, és egyszer egy héten lesz egy közepes intenzitású táncos kardiotréning is. Hétfőtől péntekig 20-25 perces mozgásra várjuk a nézőket a képernyők elé. A gyakorlatokat bárki elvégezheti. Minden nap más izomcsoport lesz a fókuszban. Az órák zenés gimnasztikával indulnak és laza levezetéssel zárulnak. A programot úgy állítottam össze, vagy igyekeztem úgy összeállítani, hogy ugye hétfőtől péntekig kaptunk limitet, vagy dolgozhatunk, 20 perc idő áll rendelkezésünkre, az edzésekre, amivel azért egész jól tudunk már dolgozni. Ugye a bemelegítés meg a nyújtás az fontos tényező az edzés folyamán, azok folyamatosan megvannak, és a közepére próbáltam úgy összerakni az edzést, hogy minden fő izomcsoportot próbáljunk átmozgatni, illetve a keringés és a szívünket is egy picit tréningezzük a hét folyamán, illetve a hét vége felé egy ilyen nyújtó, pilateses gyakorlatsort raktam össze. A hétfői program az egy szabadtéri edzés lesz, tehát akinek lehetősége van és ki tud menni a kertbe, az nyugodtan csinálhatja ott is, de természetesen a szobában is félrerakjuk az asztalokat, és lehet végezni gyakorlatokat. A hétfői egy combizomerősítő, méhátizomerősítő, kis lapocka záróizmokat, tehát a hátizmokat és a vállizmokat célzó edzéssorozat lesz. Kedden bejövünk a terembe, úgymond, bejövünk a kis szobánkba, ott lesz egy farizom gyakorlatunk és egy hasblokk. Szerdán lesz egy, azzal fogjuk kezdeni azt hiszem a hetet,
Úgyhogy szerdán lesz egy kisebb koreografált aerobik óra, bemelegítéssel egyben, nem kell tőle megijedni, tehát alaplépéseket kombinálok egy picit össze, ami nagyon jó fejleszti a koordinációt, úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy azért kipróbálja. Most itt a lehetőség, nem nézi senki, nincs az, hogy esetleg kinevetik, vagy attól fél, hogy nem tudja megcsinálni. És mivel ismétlődni fog a hét, pár hétig, ezért a következő alkalommal biztos, hogy könnyebben fog menni, mint az első, szóval nem szabad feladni. Csinálni kell. A csütörtöki napunk egy köredzés lesz. A köredzést is úgy raktam össze, az a terembe lesz, hogy ne kelljenek hozzá különböző eszközök. Tehát tényleg, amit otthon megtalálunk, vizes palack, könyvvel tudunk dolgozni, akár egy seprűnyéllel, polifóm kell, de ha az sincs, akkor a szőnyeg is teljesen jó, tehát ott is alapgyakorlatokat fogunk végezni. Nyilván nem a klasszikus formában köredzünk, hogy állomásról állomásra megyünk, hanem mindenki együtt, tehát az én irányításom alatt mutatok egy gyakorlatot, bizonyos ideig csináljuk, utána egy kis pihenős jön a következő. Ezt fogjuk kétszer megismételni, mert erre van időnk. Természetesen ezt lehet többször, hogyha valaki úgy szeretné, akkor megismételheti. És akkor a pénteki nappal zárnánk egy ilyen relaxáló, kicsit levezető levezetése a hétnek, az izomcsoportokat így megnyújtjuk, egy kis pilateszes, a pilatesz ugye az egy testtartásjavító, harmonizáló óra légzéssel, egybekötve, ajánlom mindenkinek, tehát ez egy nagyon jó kis levezetése lesz a hétnek. A feladatokat lakásban és a szabadban is el lehet végezni. Az oktató szerint bőven elég a napi 20 perc mozgás, de a rendszerességen van a hangsúly. A gyakorlatok elvégezhetők bárhol, tehát lehet a lakásban is megcsinálni őket, lehet a szabadban, hogyha van kert. Otthon akkor természetesen ajánlom a kinti edzést, mert friss levegőn vagyunk, sokkal egészségesebb lesz. Polifomra van szükségünk, egy sportcipőre, kényelmes ruhára, kisebb segédeszközöket lehet használni, mint törölköző, akár a nyújtásokhoz, illetve könyveket lehet nehezítésképpen kézisúlyzók helyett, vagy csak egy vizes palackot használunk, az is teljesen jó. Mindenkinek ajánlom. Idősebbektől a fiatalokig egyaránt, úgy van összeállítva a program, hogy mindenki a saját tempójába fogja tudni csinálni. Jó, én zenére dolgozom, de hogyha valaki nem a zenével dolgozik, és picit lassabban dolgozik, az is teljesen jó. A lényeg az, hogy mozogjon mindenki egy picit, napi rendszerességgel. Tehát a napi 20 perces edzés, hogyha ezt egy hét alatt végig megcsinálja, akkor elég jó szinten lehet tartani a kondíciót. Az órák április 15-én indulnak a Pannon televízióban. A Csonka hét után április 20-ától, hétfőtől péntekig, 17 óra 30 perctől várjuk Önöket egy közös mozgásra a képernyők elé. Bal! Gyere! Utána megmutatom háttal neked, hogy könnyebb legyen. Azaz! És szimpla! Húsvét előtt újra kinyitott az edzőtermek egy része, köztük a Professors Gym Megyeri úti terme. A tulajdonosok jogkövető magatartást tanúsítanak, a csoportos edzések továbbra is szünetelnek, valamint a kis tornatermet zárva tartják. A gépparkra is odafigyelnek, minden második ellipszist kapcsolhatnak csak be a vendégek, hogy a másfél méteres távolságot tartsák egymástól. A húsvét előtti újranyitás óta a Professors Gym Megyeri úti termében csak egyéni edzéseket lehet végezni. A csoportos órák továbbra is szünetelnek, és a kis tornaterem is zárva tart. Tamás másfél éve heti 3-4-szer látogatja a konditermet. Az utóbbi időben is edzett csak otthon. Örül a terem újranyitásának, hiszen lakásban nehéz az edzőteremben megszokott színvonalú munkát elvégezni. Természetesen ő is fokozottan figyel a higiéniai előírásokra. Betartására. Hát nem egyszerű dolog, mert azért home office-ban dolgozok én is most otthon. Hiányzott a mozgás, maga a közösség is, hogy ki lehessen mozdulni egy kicsit otthonról. Otthon, amit tudtam, nagyjából azt próbáltam pótolni, fekvő támasz felülések, egyszerűbb dolgok. Jó most visszajön és újra kezdeni. Kevesebben is vagyunk, ablakok nyitva vannak, akkor, amikor egy új helyre megyek edzeni, akkor magamtól letörlöm előtte szépen a kihelyzett és sprével az eszközöket. Magam után is eltakarítok mindent, úgyhogy egymásnak legyen gondja. Hát próbálunk egymástól távolságot tartani, az öltözőkben is nagyjából különféle sarkokban megyünk,
és mindedés után azonnal kézmosás, sőt, hát fürdés meg hasonló. Úgyhogy nem gondolom azt, hogy nagyobb veszély lenne, mint akár egy tömegközlekedési eszközön, vagy bárhol máshol. Ragasztócsíkok jelzik a másfél méteres távolságot, a kihelyezett táblák pedig a fontos higiéniai szabályokra figyelmeztetnek. Az edzőteremben eddig is használták a vendégek a fertőtlenítőket, most azonban különösen fontos az előírások betartása és betartatása. Ami legfontosabb, a másfél méter távolság, az a minimum, amit kért az illetékes, ugye többek között ezt ugye kijelentette a tisztifőorvos asszony is, ezt szigorúan be kell tartani, mint látjátok, be is előttük itt a távolságtartó jelzésekkel, ugyanez a teremben is meg kell tartani a másfél métert, ami eddig kicsikét termekben is, mondanám nálunk is, hanyagol volt, az a váltócipő és a törölköző használata. Most ebben a rosszban az a jó, hogy ezt komolyan veszik a vendégek, és betartják el hozzá a törölközőt, a váltócipőt. Majd ha látjátok a teremben, hogy 5 méteren ki van helyezve a fertőtlenítőszer, illetve a kéztörlő is, kendő, és szóltuk minden vendégünknek, hogy a teremben is tartsák be a másfél méter távolságot, ez a minimum. Jágics Csaba hozzátette, aki nem tud járni a terembe, annak felfüggesztették a bérletét, aki pedig csak a zárvatartás idején nem használta a termet, annak a vendégnek meghosszabbították a lejárati határidőt. A Jakab-hegyi terem egyébként továbbra is zárva tart. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!